Üdvözlöm a nézőket, ez itt újra az ismerős. Bölcskéről jött a mai vendégünk, Raus István személyében. Kedves István, mondhatom talán így egyszerűen, persze idézőjelbe téve, hogy ön pedagógus, de a másik dolog, amire viszont kért engem, hogy óvatosan fogalmazzunk, ön egy nagyon meghatározó közösségi ember Bölcskén. Már azt mondta, hogy sokan szeretik ezt egy kicsit túlnagyítani, ön csak úgy teszi a dolgát és csinálja azt, amit kell tenni. Hát mi az a dolog, mi az, amit Bölcskén ön tesz és tennie kell? Mi az a dolog, amit én otthon teszek? Hát először is tanítok, mint pedagógus. Rajzot tanítok, időnként egy kis földrajzot, egy kis technikát, és igyekszem valamilyen szinten a sportban is szerepet vállalni. A gyerekekkel néha rajzolgatunk is rajzszakkörön, úgyhogy főleg ebből áll az én munkám, de ez úgy kitölti az egész évet. Sokat kerékpározunk, a gyerekekkel versenyen veszünk részt, kerékpártúrákon veszünk részt, és amennyire lehet, igyekszünk jól érezni magunkat a gyerekekkel. Egy igazi elkötelezett pedagógus, és azért itt ezt a rajzolást egy kicsit vigyük tovább, hogyha én jól tudom, akkor akadt már példa arra is, hogy önök a gyerekekkel falat festettek közösen, és hát ezáltal szépítették, építették az iskolát. Ez így igaz. Hát intézményünk az több épületből áll, és ahol a picik tanulnak, az alsósok, elsősök, másodikosok, harmadikosok, hogy az a közeg, ahol ők vannak, kicsit emlékeztesse őket a mesevilágra, amennyire lehet egy iskolában ezt, amennyire egy iskolában ezt el lehet érni, ezért kifestettük a falakat rajzszakkörösökkel, gyerekekkel, hetedikesekkel, nyolcadikosokkal, hatodikosokkal, ötödikesekkel, és kedves mesefigurákat festettünk a falakra, ajtók fölé, és bízunk abban, hogy gyerekek szívesen járnak ebbe az épületbe, ebbe az iskolába. Úgy egyébként Bölcskén mire adódik lehetőség? Mi az, amit esetleg pedagógusként ön tehet? Mennyire lehet a gyerekeket agitálni egy-egy ilyen feladatra például? Hát én úgy gondolom, hogy a gyerekek sok mindenre nyitottak. Ha megtaláljuk azt a hangot velük, akkor sok mindent ki lehet hozni belőlük. Adott ugyebár az, hogy a legtöbb gyerek nagyon szeret rajzolni. Már óvodás korban rajzolnak. Szerencsére nálunk az óvodában, az óvodapedagógusok nagyon sokat rajzolnak a gyerekekkel, odafigyelnek erre, sokszor kérik a véleményemet. Én is igyekszem a lehetőségekhez mérten beszélgetni velük ezekről a dolgokról. És ezáltal úgy jönnek már általában az iskolába, hogy nagyon szeretnek rajzolni. Na most én ezt igyekszem egy kicsit továbbvinni, ahol a gyerekek engedik, mert van, aki nem igazán akarja, de legtöbb az, mivel szeret rajzolni, így sikerül is. Általában olyan 12-14 gyerekkel foglalkozom rajzszakkörön, de a felsősökkel. Viszont az alsós kollégák is mindent megtesznek, hogy ezt a rajzot, mint olyat szeressék, és rajzpályázatokon is nagyon sokszor részt veszünk. Vannak úgymond igazi tehetségek is a kezei alatt? Én úgy gondolom, hogy igen. Na most velük a legnehezebb, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon tehetséges, akkor azt hagyni kell. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy milyen szinten nyúlunk bele az ő fejlődésében, mert lehet, hogy éppen az miatt áll meg esetleg a rajzhoz való szeretete. Rendszerint hagyom őket csinálni, és inkább biztatom, hogy még többet. István, ön mióta készül pedagógusnak? Már esetleg gyerekkorában is látszott, hogy önből tanárember lesz? Nem tudom, nem hiszem. Inkább a művészetek felé vonzottam. És már egészen gyermekkorban? Ezt nem mondanám. Szerettem rajzolni. Én is óvodás kortól kezdve rajzoltam. Ha hazamentem az óvodába, akkor papír, ceruza és rajzolás. És ezt követően úgy felfigyeltek rá a szüleim is, meg mások is, és javasolták, hogy hát, ha ezt szeretem csinálni, akkor próbáljuk meg hátra összejönni. És így kerültem a tanárképző főiskolára földrajzszakra. Bölcskei ön egyébként? Hát tulajdonképpen Bölcskeinek mondható vagyok, mert azt hiszem 3 éves korom óta Bölcskén lakom. Hát akkor mindenképpen. Bízom benne, hogy annak tekintenek a bölcskeiek is. És gondolom, hogy hát az egyetem, a főiskolai évek elragadták azért a településtől, de utána újra itt talált meg munkát, igen, és nem tudom, hogy esetleg családot is. Így van, így van.
főiskolai évek elragadtak úgy, ahogy említette. Sokáig nem is otthon dolgoztam, aztán azt hiszem 92-ben hazakerültem, és tulajdonképpen 12 éve otthon vagyok, otthon dolgozom, mint pedagógus. Ez a hazakerülés, ez azért volt, mert esetleg máshogy nem találta meg úgy a számításait, vagy ez a tipikus, hogy érezte, hogy önnek ott van a helye, és hogy ott szeretne bölcsként tenni és dolgozni? Hát én azt hiszem, hogy ez igazán úgy történt, hogy van a településnek egy nagyon agilis polgármestere, Kis József személyében, akit én nagyon tisztelek és szeretek. Ő igyekezett, és talán a kollégák is ezt utólag így már igazán nem is tudom, de tudom, hogy ő akarta, és ők akarták egy része legalábbis, hogy hazakerüljek, és így kerültem haza. Én azt hiszem, nagyon sok mindent megmozgattak, hogy hazakerüljek, aminek én nagyon örülök így utólag. Na például, avasson be a részletekbe. Hát azt tudom, hogy a szüleimmel beszélgetett polgármester úr annak idején, hogy tudja, hogy én létezem, hogy mivel foglalkozom, mivel rajzzal, művészetekkel középiskolás koromban nagyon sokat foglalkoztam. A házunk előtt, nem a házunk előtt, a teraszon voltak szobraim, munkáim, igen, és gondolom ezt látták, és valószínűleg ez ennek okából nem vagyok benne biztos, de gondolom én. Tehát ez volt az egyik indíték, hogy ezeket látták, tudták, hogy pedagógus vagyok. Gondolom ez volt az egyik oka, hogy szüleimmel például beszélt polgármester úr, hogy jó lenne, hogyha én hazajönnék, és hát így többek között. Honnan jött egyébként el, tehát mit adott fel? Mit adtam fel? Hát nem is tudom igazán. Egy másik településen ugyanezt az állást, földrajz-rajzszakos tanárként dolgoztam. Ott éppen előzőleg akartak igazgatóhelyettesnek választani. Hát ha ezt úgy lehet mondani, hogy ezt adtam fel, akkor lehet, de én mondjuk ilyen pozícióra igazán soha nem vágytam. Uh-huh. Tehát annak ellenére, hogy most is az vagyok. Tehát nem volt olyan dolog, amit nekem fel kellett volna nagyon adni. Úgyhogy így kerültem haza. Beszéljünk egy kicsit ezekről a munkákról, aminek Igen. úgy látszik, tehát akkor tárlatként is lehet nevezni az udvart akár, vagy éppen a ház környékét, hiszen ott vannak a munkái. Ez akkor azért túlmutat azon, hogy ön rajzot oktat, azért ez már valami más művésznek is érzi, nevezi magát. Bizonyos helyzetekben? Semmiképpen nem. Nekem gondoltam, hogy el fogja utasítani. Nem, semmiképpen nem, mert ahhoz úgy érzem sokkal több kell. A másik pedig aki azért már szobrokat csinál. Hát ezt meg lehet tanulni egy bizonyos szinten mindenkinek. Én szerintem ezek közé tartozom, akik bizonyos szinten ezt megtanulták. Már nincsenek ezek a szobrok kint az udvaron. Akkor kint voltak, egy 5-6 darab volt kint, de ez elég volt ahhoz, hogy többen láthatták. Nem tudom igazán. Tehát szerettem csinálni. Volt egy bizonyos kézügyességem, amit nagyon jó tanáraim továbbfejlesztettek. Ezen a vonalon mentem tovább végtérés, és ennyi. De nem több, én azt Most hiszem. Például nincs olyan, hogy otthon saját kedvtelésére elővesz egy darab agyagot, vagy éppen fog egy ecsetet, és valamit alkot? Hát a gyerekekkel szoktam. Tehát a szakkörrel, amikor dolgozunk, akkor, amikor ők dolgoznak, abban, amikor segítek, vagy megmutatok valamit, vagy a falfestésnél néha ecsetvonásokat mutatok meg, hogyan csinálják. Ennyi. De őszintén szóval jobban nem is igénylem talán most. Időnként úgy rám tör az, hogy jaj, de jó lenne most egyet festeni, vagy de jó lenne egyet mintázni. De annyi más elfoglaltságom van, hogy erre ez nagyon ritkán fordul elő. Volt, amikor festegettem, mintázgattam, gyerekekkel domborműveket is csináltunk szakkörön, szereztünk agyagot. De ez úgy évek során mindig változott. Elmúlt években például zománcoztunk, tehát tűzománcoztunk. Van Bölcskén egy vállalkozó, aki Igner József, aki aranyművességgel foglalkozik, ő felajánlott az iskolának egy tűzománc kemencét, éveken keresztül használtuk. A gyerekek tűzománcokat készítettek, kiállítást rendeztünk belőle, elárvereztük a munkákat, úgyhogy... Fantasztikus. Tehát így ez, hogy én most talán már nincs igényem rá. Régebben inkább, de most már. Annyi minden más van. És ki tudja, egyszer talán a jövőben majd
lehet, hogy újra megszállja az ihlet, hogy így mondjam, és lehet, Nem hogy még tudom. egyszer majd a kiállítására is meghív. Ha lesz, mindenképpen meghívom, de nem hiszem, hogy mostanában ilyenre sor kerül. Beszéljünk egy kicsit a másik szerelemről, a kerékpárról. Én Igen, azt hiszem, szerelem. hogy kisebb településeken teljesen természetes, ugye, amíg bár most már mondhatjuk azt, hogy ugye nagyvárosokban is egyre inkább divatba jön a kerékpár, és mindenki rájön, hogy esetleg két keréken sokkal gyorsabban célba ér, mint négy keréken, de visszatérve azért a kisebb településeken még teljesen természetes, hogy a gyerek reggel biciklire pattan, iskolába megy, hogy a nagymama fölül a kerékpárra és sorolhat. Mennyire kellett mozgósítani, összeszervezni ezt a kis csapatot, amivel, hát hogyha én jól tudom, akkor elég rendszeresen kerékpártúrákat tesznek és szerveznek. Igen. Hát ez 8 éve történt, akkor ment az első túra. Akkor kezdődött igazán. Hát ennek előzménye az, hogy a főiskolás koromban nagyon sokat bicikliztem. Nagyon szerettem a versenykerékpárt. És hát addig el is jutottam, hogy túrákat szerveztem a kis baráti körömnek, testvéremnek, annak a baráti körének. Tehát így biciklizgettünk. És egyszer, miután hazakerültem, ez egyszer szóba jött. És akkor agitáltak, hogy csináljam meg ezt itt Bölcsken. Nem nagyon akartam, mert nem tudom miért, valahogy... Úgy gondoltam, hogy ez a fejezet, ez befejeződött, kész, nincs tovább. De a gyerekekkel egyszer beszélgettünk, de azt se tudom már, hogy milyen körülmények között. Talán egy osztályfőnöki órán, nem tudom, és akkor szóba jött, beszélgettünk róla. És valószínűleg elragadtattam magam, mert utána nem hagytak békén. Addig nem hagytak békén, amíg el nem indultunk egy túrára. Na most, ez nagyon jó pofán történt, hiszen ehhez pénz kell. Azt mondtam, hogy gyerekek, behoz mindenki 3000 forintot, 1500 forint, amíg tart, addig megyünk, aztán megfordulunk és hazajövünk. Ez úgy március környéken lehetett, addigra már sikerült megfűzniük, és azt hiszem az egyik gyermeknek az apukája az atomerőműnél dolgozott, és hát az atomerőmű segítségünkre sietett, úgyhogy ebből a 2-3 napos túrára tervezett időszakból lett egy hetes, az atomerőmű segítségével, és egy 8 napos túrát sikerült csinálni, 270-280 kilométert mentünk, és annyira jól sikerült, hogy onnantól kezdve minden évben megyünk. De mondom, szóval jó, én vagyok ennek a csapatnak a vezetője, de ez egy akkora kollektíva, tehát itt igazán nem lehet, így van, nem lehet itt csak az én személyemet kiemelni, mert ugyanúgy a többi kolléga nélkül én nem merném ezt vállalni. Vannak olyan kollégák, vagy pedagógusok, akik például jöttek velünk túrázni, és már mint pedagógusok vesznek részt benne. Tehát mint diák. Kezdték. Például Kis Gábor, ő diákként kezdte, és mint pedagógus jön velünk már. Meg kell említenem Kisnés Üveges Irént, aki szintén oszlopos tagja a csapatnak, Kis Pétert, aki szintén diákként kezdte, és most mind ifi vezető segítkezik. Igen, Kis. És Kis József polgármester, aki viszont hátulról segít nekünk csomagokat szállítani, vagy ilyesmi. Tehát sátrakat, hálózsákokat. És hát a feleségem, Raus Melinda, szintén aktív tagja ennek a csapatnak. És mondom, már 8 éve. Körülbelül 2400-2500 kilométert tettünk meg. Persze a diákok közül nem mindenki tette meg ezt a távolságot, mert hiszen általános iskolások azok, akik jönnek velünk. És hát egy ilyen túra 250-300 kilométeres távolságot jelent. De itt aztán tényleg minden van. Sportolnak. Strandolnak, fürdenek, éjszakai strand, azt nagyon szeretik. Akkor éjszakai kerékpározás, amikor mind a Szent János bogarak világítással megyünk éjjel. Nincs igazán célja annak, csak egyet tekerni, olyan 10-11 óra között. Aztán múzeumokat látogatunk, moziba megyünk. Milyen tájakra mennek ilyenkor? Mi az úti cél? Az úti célt rendszerint úgy január-februárban már összeállítjuk. És utána csinálunk egy költségvetést, hogy kb. Mennyibe fog kerülni. Addigra a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium kiadja a pályázatokat, akkor mi azt megcélozzuk. Több-kevesebb sikerrel, idén sikerrel.
Minden követ megmozgatnak. Amit csak lehet, a sportegyesület támogat bennünket, Látos Péternek nagyon sokat köszönhetünk így. Aztán a Bölcske egy gyermekekért közalapítvány is támogat bennünket. Úgyhogy azt lehet mondani, szerintem nem sok pénzbe kerül ez a gyerekeknek. Igaz, dolgozniuk kell, mert bicikliznek rendesen. És hova tekernek? Igen, tehát milyen hova megyünk? Területeken? Hát idén például úgy volt az útvonal, hogy Bölcske, Pakson keresztül Szelidító, Kiskörös, Kalocsa, Baja, Faddombori és Bölcske. Ez most idén 299 kilométerre jött ki. Ez volt egyébként a legelső túránk is, és nosztalgiából megcsináltuk még egyszer. Például a Kiskörösön megnéztük a Petőfi Múzeumot, megnéztük a közlekedés ügyi múzeumot, ami szerintem kevesek számára ismert. Aztán Baján például megnéztük a Zsilip Múzeumot, amiről eddig nem is hallottam. Tehát olyan helyekre eljutunk, ahova azt hiszem egy autós turista nem biztos, hogy eljut, mert elkerüli. És nem is nagy távolság. Igen, ugye? Nem nagy távolság. Tehát sok mindenre jut időnk így ezáltal. És szerintem ez benne a szép. Igen. István, ugye említette feleségét, tehát igen, nősember, nem tudom, igen, hogy vannak-e gyerekeik. Igen, 3 gyönyörű szép gyermekünk van. A legkisebb az most 4 éves, a legnagyobb meg 16 éves. Úgyhogy ő már középiskolás, elkerült otthonról, kollégista. A középső, ő most 8-os. Úgyhogy őket nevelgetjük szabadidőnkben. Épp ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen gondolom, hogy a gyerekek nagyon nem is tudják külön választani az apa, illetve hát a apa, amikor tanító bácsi szerepet, igen, hiszen gondolom, hogy csak úgy lehet ezeket a dolgokat csinálni, hogyha az egész család bevonódik ebbe, hiszen különben nem sokat látná a családját. Így van. Úgyhogy például a túrán az egész család részt vesz. Ezt a nagyobbik fiam, mint ifi vezető, segítő, a középső fiam, mint túrázó, a nejem, ő az autós kísérő. Hát a picike meg most szokja, úgyhogy, de már 110 kilométert gyerekülésben tett meg, úgyhogy ennek roppant örültem, mert bízom benne, hogy akkor a későbbiek során is számíthatunk rá is. Úgyhogy mindenki részt vesz valóban ebben a túrában. Van-e, aki esetleg követi az ön nyomdokait, tervezik-e a gyerekek, hogy esetleg pedagógus pályára lépnek majd, vagy éppen vesznek-e már gyakrabban ceruzát, ecsetet, agyagot a kézbe? Igen. Hát mind a 3 gyermekem nagyon szeret rajzolni, úgy vettem észre. A nagyobbik, amikor még otthon tanult, szintén járt rajzszakkörbe, vannak festményei. A középső főleg szénnel szeret rajzolni, a legkisebb pedig tollal, színes ceruzával, és ami belefér mindent, úgyhogy... Még most bontogatja. Igen, így van. István, nem akarok senkit sem megbántani, de ugye nagyon-nagyon gyakran mondják azt, hogy hiányzik a mai pedagógusokból az az elszántság, az az erő, az a plusz, ami úgy régen jellemezte a pedagógusokat. Tehát gyakran éri az a vád a pedagógusokat, hogy nem töltenek a gyerekekkel közvetlenül annyi időt. Szóval nem akarom itt túragozni, érti, hogy miről hogy beszélek, persze, és biztos, hogy hallott már ilyesmit, és erre itt vannak az ilyen pozitív példák. Szerintem nagyon sok olyan pedagógus van, mint én, ebbe biztos vagyok. Mindenképpen kell hozzá az, hogy valaki ezt észrevegye a pedagógusban, és kihozza belőle, mert úgy, ahogy mondta, ezek úgy szunnyadnak. De ha valaki, úgy, ahogy mi a gyerekekkel tesszük, hogy igenis, tessék, és gyerünk, és csinál. Tehát ha valaki van ilyen, és ezt észreveszi, akkor szerintem még többet ki lehet hozni a pedagógusokból, és de én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasonló gondolkodású pedagógus van, mint én. Egyébként meg valószínű, hogy a társadalmunk is hozza azt, hogy pillanatnyilag hát eléggé leszükültek a lehetőségeink. És általában a pénz az, ami beszél. Tehát nincs elég pénz. Nem a fizetésre gondolok, hanem programokra. És bizony egy pályázat megírásának, tehát egy pályázattal nem csak élete van, hanem utóélete is. És meg kell mondjam, bizony sokszor nekem is bosszúságot okoz
nem jól töltöm ki esetleg, vagy éppen nem működik a számítógép. Tehát annyira el tudja keseríteni az embernél, hogy lehet, hogy vannak kollégák, akik azt mondják, hogy én ezzel inkább nem foglalkozom. Van nekem más dolgom is. Tehát biztos vagyok benne, hogy ilyen is közrejátszik benne. Meg tudja, de ön ezt meg tudja érteni? Valahol igen. Valahol igen. Tehát én azt hiszem, nem ettől lesz valaki jó pedagógus, hogy elvisz a gyereket túrázni. De igen, sokak szemébe igen. Nem vagyok benne biztos, hogy ettől valaki jó pedagógus. Ez egy dolog. De emellett a katedrán ugyanekkorát, ugyanennyit biztos, hogy nyújt. Nagyon sok kollégám. Akár otthon, akár máshol. Sőt, biztos vagyok benne. Tehát nem ez számít. Úgy gondolom, ez csak egy olyan dolog, amit még pluszba lehet csinálni, akinek még van hozzá energiája, vagy hagyják, mondjuk a család. Úgyhogy, de az biztos, hogy ha valaki egyszerű belekóstol, és sikere van, látja a gyerekeken, hogy tetszik nekik, akkor az mindent megragad, hogy utána is folytathassa. Már csak maga miatt is. Úgyhogy én úgy gondolom, ez erről szól. El tudna képzelni önnek más hivatást, mint a pedagógusi pálya, a tanári pálya? Vagy el tudja képzelni azt, hogy lehet, hogy pár év múlva azt mondja, hogy mindezt maga mögött hagyja, és valami teljesen más csinál? Hát nem tudom, ezen még nem gondolkodtam valahogy. Akkor nem kellett ilyenem gondolkodnom. Biztos vagyok benne, hogy ha csak más nem kényszerít rá, akkor nem hiszem, hogy ez előfordulhat. Mik a nagy tervek? Nagy tervek? Jövő évi kerékpártúra. És hát azt, amit eddig csináltam, azt folytatni. Mondom, nagyon sok segítőim vannak, tehát ezeket végezt tudjuk vinni, nagyon sok ember munkája van benne. Itt még a rendőrséget is meg kell említsem, a paksi rendőrséget. Nagyon figyel rá, hogy mindenki benne legyen. Igen, mert nem én vagyok az egyedül, aki ezt így csinálja. Tehát én egy pici kis rugócska vagyok a mozgatórugó helyett a dologban. Tolna megyei balesetmegőrzési bizottság is sokat segít nekünk. Úgyhogy ez egy ilyen sokrétű dolog. Mire a legbüszkébb? A családomra. A három gyerekre és a feleségemre. Ezek. Talán ők is a legfontosabbak, és talán az a legjobb, hát hogy velük együtt működik ez így, ahogy működik. Hát Isten, én el kell, hogy mondjam, nagyon jó volt önnel beszélgetni, hát de örülök tényleg. Örülök neki, mert kicsit féltem tőle. Nem kell ettől félni, és én azt gondolom, hogy ön nagyon-nagyon szerény ember, tehát azért én azt gondolom, hogy igen. És én azt mondom önnek, legyen ez a végszó, hogy szeretnék minél több ilyen pedagógussal beszélgetni majd a jövőben, aki ennyire lelkes és ennyire fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A lehetőséget. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.